Köszöntjük a kedves nézőket. Megy a kettes felnőtt férfi labdarúgó bajnokság negyedik fordulójából a Fehér Gyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sport Egyesülete a Zópályi KSE csapatát fogadja. Fehérben a hazai gyarmati csapat, kék szerelésben a vendégek. Gyors letámadással kezd Zópályi csapata, de a Fehér Gyarmati védelem megnyugtatja a labdát, amely a következő állításban lép pályára. 24-essel kapuban Gergorics Ábel, 3-assal Karmacsi Csaba, 7-essel Aranyos Csaba, 9-essel Farkas Sándor, 10-essel Alapi Tamás, 11-essel Rozman Sándor, 12-essel Cserepes Ádám, 13-assal csapatkapitány Szabó Tamás, 15-essel Kondor Gábor, 17-essel Szabó Antal, 19-essel Káló Attila. Míg a vendégeknél kapuban 22-ese Olá Miklós, 4-ese Bársony Róbert, 7-ese Máté György, 8-ese Varjasi Károly, 9-ese Patály Attila, 10-ese Szilágyi Csaba, 13-ese Barta Miklós, 14-ese Pankotai Bálint, 17-ese Patály Bence, 21-ese Illés Géza, és 99-ese Barta Attila. Szabó próbál lefordulni, majd a passz nem jó, tisztáz a vendégek védelme. Farkas küzd, Káló, kiugratás Rozman felé, Rozman küzd, eléri, Aranyos, Rozman összjáték, majd Rozman passza nem jó, megzavarják. Gyorsan próbálkozik Ópályi csapat a középen. Patály Bence tette ki a szélre. Rozman maradt lent a pályán, a játékvezető megállítja a mérkőzést, aki egyébként nem más, mint Liktár Tibor, és az asszisztensei Piskóci Zsolt, illetve Hajzer Zita. Játékvezető érdeklődik Rozman, hogy léte felől. Egyelőre fájdalmas arca terült el a gyepem. Negyedik forduló ez a megye 2-es bajnokságból. A Fehér Gyarmati csapatnak egyelőre 3 pontja van, de úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott a Tiszta Berek elleni nyitófordulóbeli találkozót. Elhalasztották novemberre, aztán hazai pályásonkától egy 5-1-es vereség, majd az Őr csapat ellen idegenben múlt héten egy 3-0-ás győzelem. Eddig a teljesítmény a bajnokságban, míg Ópályi csapata 11. a tabellán, mindössze 1 pontot szerzett 3 mérkőzés alatt a nyitókörben az Encsens csapatával, hazai pálya egy 0-0-ás döntetlen, majd Kocsort csapatától 2-1-re kaptak ki, illetve otthon Csengersima 5-1-re ütötte ki őket a múlt héten, tehát így vágtak neki a csapatok ennek a mérkőzésnek. Aranyos. Aranyos, még mindig teszi átra Kállónak. Aranyos kapja vissza, középjön a Rozmannak nem jó. Varjasi Károly szalidítette meg, majd a hosszú indításra Szilágyi Csaba felé, de Gergorics ezt könnyedén felszedi. Szabó. Aranyos. Farkas. Farkas cselezget. Farkas egy jó labda Rozman felé, Rozman elengedi, de Szabónak nem jó. Szabó elől becsúszva tisztázott az Ópályi védelem. Farkas megszalidíti Karmacsi Alapi, Farkas összjáték, majd egy beadás, ami Olá kezében landol. Olá kidugása a mezőnybe középre. Szabó küzd. Szabó küzdött Bartával, és Barta harcolt ki egy szabadrugást. Várjasi a labdával.
Nem éveli fel a kapu elé, inkább labdatartás, Varjasi újra. Nem jó a visszapassz. Barta hibázott. Pankotai. Illés és Cserepes. Az asszisztens zászlaja levegőbe, szabadrugáshoz jut ismét Ópályi csapata. Játékvezető mutatja, hogy sípra indulunk. Varjasi ballagod elvégezni a szabadrugást. Nézzük, Varjasi. Varjasi kicsibe, Barta felé, de az indítás túl hosszú. Teljessége veszélytelen a fehér gyarmati csapat kapujára. Aranyos, Gálló. Vissza Kondornak. Karmacsi. Farkas jön vissza labdáért. Kondorral játszik össze. Patály Bence megy oda zavarni, majd labdát szerez. Barta. Illésnél a labda. Illés húzza meg, Illés és Cserepes. Cserepes testtel eltolja. És Cserepes visszaszerzi a labdát. Szép labdaszerzés volt a védő részéről. Szabó. Kondor. Kálló. Rozmannak jó a kiugratás. Rozman küzd a labdáért. És Rozmant látta szabálytalannak a játékvezető. Szabadrugás kifelé. Varjasi. Patálytól pattan el, Alapi. Alapi tolja meg. Patály üldözi, Alapi és Patály. Besegít Bársony is, Alapi még mindig tartja, majd a visszapassz nem jó. Farkas elő, tisztáz. Patály Attila. Farkas. Farkas tör be a 16-oson belül, és Bársony tisztáz előre. Mérkőzés első szöglete következik, amit a Fejegyalati Deák Ferenc Szabadidő Sport Egyesület fog elvégezni. Védelem tengelyéből Kondori Szabó is előre jön. Hát, ha tudnak fejelni, illetve megszerezni a hazai csapatnak a vezetést. Rövidre jön a szöglet, Varjasi vágja ki. Patály tolja meg, Barta. Megelőzte Kálló, de sajnos csak az oldalvonalon túlra tudta rugni, ott nem volt csapattárs. Folytatódik Fejérgyalmati bedobása a mérkőzés. Farkas ballag ki elvégezni az újabb szögletet. Farkas szöglete. Vissza lövésre Szabó. Szabó ellövi. Próbálkozásnak beírható, de messze a kapu mellé ment ez a próbálkozás, az ötlet azonban dicsérendő volt. Szabó hátul maradt üresen, kapta is,
csak aztán a kivitelezésben csúszott némi hiba. Nem sürgeti a kirúgást Ópályi csapata. Nyilván nekik ez az eredmény egyelőre tökéletes. Olákomótosan. Majd Varjasi Ballag hátra elvégezni a kirúgást. Ami mindjárt beletelik, még Varjasi megigazítja, így mindjárt 2 percet el is szórakoznak ezzel a kirúgással. Varjasi, Illés és Cserepes. Cserepes a szorítóval, Cserepes küzd, letámad. Szabó támadja a kapust, alávágja ki a mezőnybe. Farkas fejeli ki oldalra, Rozban. Rozban tartja, bejátsz a Szabónak. Szabónak az átvételkor rápattant a kezére a labda. Így szabadrugásra jöhet ismét Ópályi csapata. Itt Varjasi fog elvégezni. Kondor. Kondor is szabálytalan. Barta harcolt ki szabadrugást. Kis pici bodycheckekkel lopják a távolságot a vendégek játékosai. Egy-egy szabadrugás. Varjasi. Pankotai. Máté, Pankotai. Nem jó, Szabó olvassa a játékot. Jön a gyarmati kontra. 6-6-ban vezetik, Szabó. Belelép Varjasi az átadásba, így megzavarva a tökéletes kiugratást. Barta. Szabó szerzi vissza. Szabó higgadtan, de ismét belelépnek az átadásába. Cserepes. Kondor. Szabó. Kondor. Cserepes. Farkas. Gyertek labdáé, haló! Panti Sanyika, gyertek labda elé, valaki kérjük! Kondor. Kondor indul előre. Szabó. Szabónak a labdája egy kicsit hosszú. Nem értették most meg egymás Rozmannal. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. Illés maradt lent a gyepen. Játékvezető megvizsgálja az egészségi állapotát. Valószínű beszorult neki a levegő az ütközés közepén, de már és már rendbe jön. Folytatódik a mérkőzés játékvezetői labdával. Figyeljünk már, gyerekek, haló! Menj oda! És egy gyors labdaszerzés alapi. Alapi Szabó mögé teszi, majd visszaszerzi. Teszi Aranyosnak, Aranyos. Kálló. Rozmannak nem jó az átadás, Varjasi. Varjasi és Aranyos. Varjasi kiemeli.
Szabó gyűjti majd be. És kezdheti a gyarmati csapat ismét a támadás építését. Kondor. Karmacsi. Alapi. Jó lefordulás. Alapi Vieti. Középen érkeznek a társak. Alapi beadása. Üres területre érkezett, csak sajnos ott nem érkezett Pekére semmilyen csapattárs. Barta. Barta Attila. Alapi támadja. Patály Attila most a labdával. Varjasi. Farkas támadja, Varjasi haza Olának. Olák nem tudja kirúgni a mezőnybe. Aranyos gyűjti be. Aranyos. Lövése gyengére sikeredik. Elcsúszott a pillanatában, lövés pillanatában így. Éppen hogy elvászorgott a kapuig. Cserepes már a labdával. Pillanatokra van most csak a labda Ópályi csapatánál. Rozman. Le tud fordulni. Védő Rozman nem tud lőni. Szabónak hagyja ott. Szabó elé bevetődnek. Majd egy kétségbe esett felszabadítás, ami Kondorig jut. Kondor. Szabóhoz. Farkas. Farkas beadása. Rozman. És fölé vágja ezt a helyzetet. Nem számított rá szerintem, hogy ezt ő kapira tudja rúgni, minden esetre Farkas dicséret illeti a kitűnő beadásért. Közben Illés ismét fájdalmas arccal megy le az oldalvonalon túlra. Varjasi a kirúgásra. Alapi. Kálló szerzi meg. Szilágyi. Kondor gyűjti be. Cserepes. Farkas. Cserepes. Anti. Szabó Anti. Alapihoz. Alapi leszeríti. Farkas. Nem tud lőni. Jó a bejátszás Alapi helyzetben. Alapi. És kimarad a helyzet. Szerencséjük se volt. Alapi beadás nem talált labdát. Majdnem egy öngólt hoztak össze az Ópályi csapat játékosai. De a gyarmati csapat Pekhére. Olá Miklós remek reflexzel védeni tudta a kapuja felé tartó labdát. Meg a Básony kétségbe esetlen nyúlt bele. Óriási helyzet volt a meccs eddigi legnagyobb helyzete. De ez is kimaradt. Szabó. Farkas és Szabó újra. Farkas indítása, Aranyos felé, kivágják a védők. Patály Bence hagyja ott, majd egy hosszú indítás, Kondor. Kondor teszi szélre Karmacsinak, Szilágyi ment oda zavarni, Karmacsi. Hosszú indítás, Patály fejelt bele, és Karmacsi marad lent a gyepen. Karmacsi. Szabó.
Bartát nem tudja átemelni, Kondor csúszik meg. Majd két ember közé megy a passz, de Aranyos is elveszi, csúszkálnak most nagyon játékosok. Szabó. És csere történik. 19-essel Bíró Tamás lép Illés Géza helyére. Az előbbi ütközés után nem érezte jól magát, így cserét kért, és a 19-es számú Bíró Tamás helyén. Vardesi szabadrugásával folytatódik a mérkőzés. Vardesi, Barta. Szabó könnyedén megszerzi, majd Szabóval szemben Patály szabadrankodik, szabadrugás kifelé. Szabó már el is végzi, Farkas. Farkas viszi három ember köz, négy ember köz, Farkas elveszíti, de hátulra meglökték. Így szabadrugás kap, cserepes a labdával. Kálló. Rozman. Rozban viszi három ember közé. Negyedik is megvan, most teszi a ki Alapinak, nem jó a labda, de Alapi meg. Megszeríti majd egy fantasztikus megkerülőse. Farkas, 16-os sarkánál Karmacsi, le a szél, beadás. Karmacsi beadása, Szabó fejéről húzza le olá. Nem volt rossz próbálkozás, gyors indítással próbálkozik Ópályi csapata, Barta. Barta. És cserepes rúgja ki, megakadályozva ezzel a gyors kontrát. Kondor. Szabónak egy hosszú indítás. Alapi, illetve Patály vele szembe. Alapi beadása, ott senki. Bársony vágja ki. Szilágyi remek csere Karmacsi mellett, majd be középre. Varjasi, hosszú indítás. S lengett az asszisztens zászlaja. Lesállás miatt szabadrugásra jön a fehérgyarmati csapat. Kálló. Rozman a labdával, Rozman két ember között. Varjasi állítja meg. Varjasi. És újabb les. Barta Miklós volt lesen. Kálló. Kálló forgolódik, teszi tovább Farkasnak, kap egy rugást. Spori mutatja mehet tovább, maradt a labda a fehérgyarmati csapatnál, Farkas. Farkas húzza meg, szabad terület előtte, Farkas. Nem jó a labdája, de visszaszerzi. Farkas, egy lövés, Varjasi szerzi meg, mintha egy passz lett volna. Karmacsi előzi meg ellenfelét. Karmacsi középre Szabónak, Szabó készíti le, Rozman. Karmacsi, ott a helyzet, majd egy becsúszás. Karmacsi marad a földön, de még ott a helyzet, Rozman cselezget, Rozman! Levágódik a lövése a blokkról, Alapi, Rozman. S Rozman lövése éppen csak elkerülte a kaput. Nagyszerű lövés volt, nagyon picivel ment mellé. És sárgalapos figyelmeztetés. Lipták Tibor Patály Attilának mutatja fel reklamálásért a mérkőzés első sárga lapját. Rendre inti a reklamálókat Lipták játékvezető, majd Varjasi kirúgásával. Folytatódik a mérkőzés. Első labda legyen meg, gyerekek! Első!
Cserepes, Cserepes vissza a mezőnybe. Fejfárdaljuk után, Kálló. Kálló támasztott meg könyökkel, szabadrugással jön az Ópályi csapata. Pankotai. Bíró teszi ki Barta. Ott a beadás a hosszúra. Magas volt, Máté próbálja begyűjteni, Máté becsúszva. Gyere, gyere, gyere vissza, jól van, gyere! Batály Bence beadása volt, túlzottan magas. Hosszú oldalon nem tölt senki kapura fejelni. Kondor. Szabó. Cserepes kapja. Cserepes a félpályánál, kicsit hosszan tolja meg, de beleteszi a lábát. Szabó. Rozman is bíró, Rozman tovább teszi fejjel, Kálló. Kálló telézi meg, de Kálló harcos, nem tudja visszaszerezni. Kondor. Farkas. Farkas húzza meg ellenfele mellett, Farkas. Két ember közé a bejátszás, ami végül Olá Miklósé lesz. Csabika, menjünk oda, Csabika! Ne fordítsunk már hát a gyerek! Hagyj itt állam. Olá! Ki a mezőnybe. Szabó fejeli el. Patály és Aranyos, beszegít Farkas is. Aranyos. Nagy a küzdelem, majd Aranyos rúgja el, és szabadrugáshoz jut az Ópályi csapata. Kálló előzi meg ellenfelét. A Kállót tüntetik el, de hát a játékvezető sípja néma marad. Bíró. Kondor vágja ki, ismét bíró. Szabó, majd Cserepes emeli ki a mezőnybe. Pankotai Bálint a labdával, elcsúszik, de még tovább tudja tenni. Varjasi. Varjasi indítása. Gergorics jól érkezett ki a kapujából, de a játékvezető zászlaja már a magasban volt, szóval ha Barta meg is tudta volna szerezni, akkor is szabadrugást jött volna kifelé. Kondor hosszú indítása. Alapinak nem jó, Olá gyűjti be, vagy teszi tovább, Patály, Máté, vissza Varjasinak, Varjasi hosszú indítása, Barta Miklós, Cserepes gyűrűjében, tovább tudja tenni, Farkasba vágják bele, Rozman, teszi tovább, Farkas, Farkas küzd a labdáért, és még bent tudja tartani, Farkas, rövidre a beadása, egy belecsúsztatás, ami majdnem így lett jó. De Olá Miklós résen volt, és még a kapu felé tudta ütni. Mérkőzés harmadik szöglete következik. Összességében a negyedik, de a Fejér Jelenti csapatnak a harmadik. Szabó Ballak ki elvégezni a sarokrúgást. Ismét előre jönnek a Fejér Jelenti magas emberek, Kondor. Szabó. Szabó. Rövidre. Kálló gyűjti be a kivágott labdát. Alapi. Aranyos. Aranyos nem tud lefordulni védőjéről, de visszaszerzi a labdát. Alapi. Kálló. Aranyos kapja üresbe. Majd be Rozmannak. Rozman nem tudja átvenni, de még ott marad Aranyos előtt. Aranyos ismét bepróbáltatni Rozmannak. Amit Pankotai vágott ki, újabb szöglet. Farkas és Szabó kis szöglet, a Farkas a hosszúra, Karmacsinak nem jó, és még megmenteni sem tudja. Ez egy
elpazarolt szöglet volt, kirúgásra folytatódik a mérkőzés. Varjasi. Jó a levétel. Kálló teszi bele a lábát. Kálló szerez jó helyen labdát. Rozman. Rozman tolja meg. Kálló ismét. Szabó. Lesen van Szabó Antal. Várjasi a mezőnybe hosszan előre, Bíró és Szabó, Szabó fejeli ki, Alapi nem tudja megmenteni. Törlelik mindkét csapat a játékot ezekben a pillanatokban, nincsen folyamatos játék. És éppenséggel Ópályi csapata jött szabadrugásra, Varjasi. Bejátszása. Gergőrics érkezett és begyűjtötte, majd egy hosszú kidobás Aranyos felé, Aranyos húzza meg. Jó a labdája Szabónak. Szabó gyűjti be. Barta ütemszerű szerelése, de Aranyoshoz pattan, Aranyos ott a helyzet. Rozman becsúszik és nem találta el a labdát, egy picit volt hosszú. Nagyszerű támadás volt. Kondor. Szabadrugás a férgyalati csapatnak. Szabó. Rozman. Elcsúszik a lába alatt. Varjasi vágja ki. Kállóig jut a labda, Kálló labdája se jó. Csúszik nagyon a pálya, nem meglepő, hiszen óriási csapadékmennyiség zúdult le a mérkőzés megelőző órákban itt a férgyalati pályára. Kállót lökik meg, szabadrugás befelé. Barta áll oda. Cserepes a labda mögött. Cserepes a 16-os elé. Olá jött ki a kapujába és gyűjtötte be. Majd a kidobás. Karmacsi és Alapi. Alapi szedi össze, Szirágyi gyötri. Ügyes passzolgatással tartja meg a labdát a gyarmati csapat. Kondor, Alapi összjáték. Újra Kondor. Teljesen visszazár az Ópályi csapata. Egyedül Barta az ellenfél tér felén. Rozman forgolódik. Rozman. Nem jó a becsúszás. Rozman bejátszása az üres területre. Aranyos elől. Pankotai Bálint vágta ki. Thank you.
Szöglet, Varjasiró pattan ki, Kálló kapásból, ez is lejön a blokkról, Cserepes előzi meg ellenfelét, vissza Szabónak, Szabó beadása, hosszúra, Farkas gyűjti be, Farkas, még egy beadás, ott a fejes, csak az Ópályi csapat részéről, Szögletre a tisztázás, Bársony Róbert fejelte az alapvonalon túlra a labdát. Újabb Szöglet fejegyalmati részről. Most Kálló Attila fogja ezt beívelni. Farkas. Jó cseh. Beadása hosszúra. Rozman. És a visszafejelt labda. Kipattan. Patály Bencéről. Újabb Szöglet a másik oldalról. Szabó Antal ballak ki elvégezni. Nem lesz kis Szöglet, Szabó egyből beíveli. Jó a beadás. Kifelé pattan. Szilágyi, Szilágyi próbálja meghúzni, Szilágyi és alapja, két tízes, de alapi betart neki. Alapi Tamás remekül védekezett ennél a kontránál. Aranyos, már fordul a fejére a nöti csapat. Szabó. Aranyos futtatja, Aranyos gyorsabb, mint védője. És egy ragyogó mentés. 17-es számú Patály Bencétől. Majd jön a tisztázás. Aranyos megelőzi. Ellenfele Cserepes. Kondor. Szabó. Szabó labdája hosszú. Fokozódik a nyomás, de egyelőre nem tudja megtörni a jeget, és nem tudja a vezetést megszerezni a fejérnyalati csapat. Ópályi teljesen már a kontrákra rendezkedett be. Kondor szabálytalansága, ami egy sárgalapos figyelmeztetést ér. Kondor Gábor kapta a mérkőzés második sárga lapját. Varjasi a labda mögött. Rozma az egytagú sorfalban. Nézzük Varjasit. Varjasi beíveli. Szabó veszi le. Szabó küzd a labdáért. Cserepes. Cserepes, Szabó. Aranyos. Nem jó a labda. Farkas és Bíró küzd. Kálló. Szabó a labdával, Szabó passza ismét nem jó. Egy hosszú indítás, ami Gergoricsig jut. Kondor. Szabó újra. Szabó előtt üres terület. Szabó már 16-os előtt. A passz elakad Varjasiban. Forduló Ópályi csapata. És a passzba. A passza. Eltalálták a játékvezetőt, név szerint Bársony volt az, így játékvezetői labdával folytatódik a mérkőzés. Varjasi, Szabó megy oda zavarni. Karmacsi, hosszan fejeli, és Karmacsi helyén, most robog Szilágyi. Cseh, jó, beadása Szilágyinak, de ez Gergoricsnak. Könnyű zsákmány, mert egy gyors kidobás. Farkas fordul, Farkas előtt óriási üres terület. Farkas, Farkas Szabónak, Szabó helyzetben. Elpattan tőle az átvételt követően, Kondor. Kondor gyűjti be,
alapi Farkasnak, újra Farkas lövése. Maradjunk annyiba, hogy Farkas lövése. És ezzel zárjuk is le a történetet, ami sokkal fölé mellé ment. Kár érte. Nyilván ő sem így akarta, de ez most így sikerült. Kirúgása folytatódhat a mérkőzés. Kondor. Alapi előzi meg ellenfelét, Alapinál marad a labda, és Alapit rántják vissza. Szabadrugás, Alapinál marad a földön. Ráléptek valószínű a bokájára, mert a bokáját fájlalja Alapi, de már tudja folytatni a játékot. Farkas a labda mögött. Egy jó 30-35 méterre a kaputól. Egy tagú sorfa. Bíró Tamás a sorfalban. Nézzük Farkast. Farkas lágy beívelése. Varjasi vágja ki. Szirágyi csúsztatja meg. Káló szeredíti le. Újra Farkas. Hátra Kondornak, Kondor nyugtatja meg. Karmacsi. Rozman. Rozman lövése. Olá gyűjti be. Szilágyi. Szilágyi tartja meg, Máté, Varjasi, Szilágyi felé jó az indítás, Szilágyi nem tudja lekezelni elsőre, majd rúg egy óriási luftot, így Kondor senkitől nem zavartatva hozza fel a labdát, Kondor, hosszú indítás Farkas felé, Farkas ragyogóan veszi le, ketten vele szembe, megtartja, és Barta szereli, bedobás. Káló. Káló lopja a távolságot. Cserepes a 16-oson belül. Jó a beadás. Szabó. Kapufa. És fölé pattan. Ragyogó támadás volt, Kálló tette ki a szélre Cserepesnek, akinek a jó beadására Szabó ütemszerűen érkezett, de Pekhéra a kapufáról kifelé pattant a labda, marad a 0-0. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetét láthattuk. Varjasi, Bíró és Kálló. Bíró elcsúszik, Kálló hátra, Szabó is elcsúszik, Bartával küzd, Szabó megtartja, középen Rozmant megelőzik, Kondor, Cserepes, Szabó. Szabó. Rozmant. Kondor, Farkas, Szabó, Farkas, Alapi, próbálja kiebb csalogatni az ópályi védelmet, nagyon be vannak tömörülve a saját kapujuk elé, Szabó labdájába lépnek bele, Karmacsi, Kondor, Szabó jön vissza ismét labdáért, Szabó Anta. Jó a bejátszása, Rozman. Vissza lövésre, Szabó. Beleléptek, nem tudja előni. Farkas. Farkas, Patály. Patály szabálytalan.
Egy szöglettel felérő szabadrugása. Jöhet majd a fehérgyarmati csapat. Farkas a labda mögött, megkapja az engedélyt. Beadás, ott a fejes, és ott az első gól. 11-es száma, Lozman Sándor szerezte a szabadrugás követően, ő tud bólintani a kapuba. 1-0 a fehérgyarmati csapatnak, és ezzel úgy látom a játékvezető véget is vetett az első fél időnek. Tisztelt nézőink, fehérgyarmati Dark Friends Szabadidő Sportegyesület, Ópályi KS-e a fél időben Rozman Sándor góljával 1-0. És kedves nézőink, folytatódik a második félidő. Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület, Ópályi KS-e. Rozman Sándor góljával 1-0-ra vezet a hazai csapat. Félidőben a fehérgyarmati csapatnál történt egy csere. Hármasra Karmecsi Csaba hagyta el a játékteret, és hatosra érkezett a helyére Losonci Bence. Rögtön fél idő elején egy szabálytalanság, és a fehérgyarmati csapat ott folytatja, úgy látszik, hogy az első fél időben abba hagyta, irányítja a játékot, és törekszik még gólokat rugni, még az Ópályi csapata teljes mértékben kontrákra rendezkedik be, és olykor 11 emberre a saját térfelein védekezve. Alapja a labdával. Kondor Szabónak. Szabó Tamás. Kondor. Losonci. Szabót futtatja picit. Szabó Tamás, Szabó Antalnak, majd vissza. Farkas. Járatja a labdát a gyarmati csapat, keresi a rés, próbálja feljebb húzni a vendégcsapat védelmét. Losonci egy jó testcsel, az átadásába belelépnek, Aranyos még megmenti, Aranyos. Aranyos beadása, Rozman veszi át. Kezdett reklamálnak, de a játékvezető sípja néma marad. Farkas. Farkas beadása, Szabó. Szabó az ötösről mellé pattintotta az ígyszert. Nagy helyzet volt, de ez a lövés most célt évesztett. Szabó második nagy helyzete volt, ugye az első fél időben egyet kapufára durrantott, ezt most mellé, reméljük, hogy a következő már bemegy. Losonci, Szabó szelídíti meg. Szabó húzza, lefordul, majd egy jó labda. Rozman. Kivágja az Ópályi csapatvédelme, Szabó mellel maga elé. Szabó Tamás. Szabó Tamás majd egy lövés, ami elkerüli a vendégek kapuját, de jó próbálkozás volt. Szabó Tamás egyéni akcióját követően lőtt. Marad az 1-0. Bátran, gyorsan kezdi a második fél időt a hazai csapat. Rögtön 3 perc alatt két nagy helyzet. Minél hamarabb dűlőre akarják vinni a mérkőzést. 3 pontját nem jó a kirúgás. Szabó. Ott a helyzet. Szabó lő. Éppen egy fél méterre a kapufa mellett elsurran a labda. Marad az 1-0. Barjasi rövid kirúgását Farkas vállal tette tovább Szabónak, aki
nem teketóriázott, elhúzta és lőtt, ami most elkerülte a kaput. Újra Varjasi, ez most Aranyoshoz megy. Szabó fejjel, Káló, Aranyos. Aranyos cselezget. Aranyos még mindig teszi Szabónak, Szabó lövése levágódik. Farkas. Nincs szabadrugás, alapi alapdával. Kállót előzik meg, és jön az Ópály csapat kontrája. Visszazár a félgyarmati védelem. Majd eladják, Szabó gyűjti be. Szabó Anta, és a játékvezető megállítja a játékot. Farkas marad lent a gyepen. Farkas segítik fel, úgy néz ki, tudja folytatni a játékot, itt az előbbi ütközésnél maradt lent, amikor a játékvezető sípja néma maradt. Szabó. Szabó Tamás a rendkedvéért alapi. Káló. Kondor. Rövid a labdája. Szabónak várni kellett vele. Próbálja gyorsítani a játékot a fejérgyalanti csapat. Rossz átadás. Losonci küzd. Losonci gyönyörű becsúszása, labdát szerez. Vagy Losonci nagyszerű labdája. Rozman. És Rozman mellé rúgja ezt az ittszert. Losonci Bencét illeti a dicséret. Egy ragyogó becsúszás után egy ragyogó labda. Rozman el is tudta lőni. Csak sajnos a kapu mellé is lőtt, nem sokat tévedett. Újabb nagy helyzet maradt ki a fehérgyarmati csapat részéről. Varjasi kirúgása, Losonci újra, Rozman maga elé, Varjasi szerel. Majd egy hosszú indítás, Szabóról pattan vissza, Kondor gyűjti be, Cserepes, Szabó Tamás, Cserepes játszik, kipasszolgatják, Kondor, Káló, és már játsszák üresbe. A labdát Káló húzza meg. Káló előtt óriási terület. Szabó. Háttal a kapunak Szabó. Majd hosszú a bejátszás a Losonci felé. Az elképzelés jó volt, a kivitelezésbe csúszott piciba. Varjasi. Cserepes szedi le. Losoncinak nem jó a passz. Szirágyi. Szirágyi is eladja. Szabó Tamás. Losoncinál a labda. Káló. Losonci. Losoncinak jó a labdája. Farkas. Beadás. Lecsúszott a beadásra, de így lett veszélyes a kapura. Olá ütötte fölé. Szabó Antal fogja elvégezni a fehérgyarmat újabb sarokrugását. Második félidő, 8. perc, továbbra is Rozman góljával 1-0 a hazaiaknak. Szabó szögletét lehúzza, olá! Szirágyi. Belerúgja Kállóba. Alapi gyűjti be a labdát, de Alapi megcsúszik. Alapi küzd Bartával. Átra Cserepesnek, és Cserepes átforgatja Szabónak az üres területre, így fel, így elmúlik a veszély. Káló a labdával.
Káló labdája Cserepesnek, nagyszerű. Cserepes húzza meg, kicserezi védőjét. Cserepes beadása, de ez Olá kapusé, ki ezt újra maga biztosan húzza le, majd a kirugása. Alapi. Barta zavarta. Cseréhez készülik az Ópályi csapata. A 18-as érkezik a pályára, Pajti Kristóf. Szabó. Kis csetapati alakult ki itt a csere közben a bedobást illetően. A játékvezető jelezte, hogy a fehérmezes hazai csapat dob. Cserepes. Szabó Tamás. Varjasi vágja ki. Rozman. Rozman küzd. Rozman meglökik hátulról. Szabadrugás. Patály Bence volt a szabálytalan. Elég jó szögből jár a szabadrugás a fehérgyarmati csapatnak. Szabó Antal már ott is termett, hogy ő ezt zokszó nélkül elvállalja. Találjunk kaput, gyerekek, kipattanóra, figyelj! Szabó és Farkas a labda mögött. Négy tagú az Ópályi csapat sorfala. Második félidő. 12. percben lépünk át, mire elvégzik. Szabó. Kapura. És egy óriási mentés Varjasitól. Szabó rövid alsó célozta meg, ami valószínűleg utat is talált volna a kapuba, hogyha Varjasi önfeláldozóan nem fejeli ki, de így tett, így marad az 1-0, és egy újabb szöglet következik a fehérgyarmati csapatnak. Farkas a szöglette. Ez Olá ölében landol. Elől nincsen senki. Csak Barta, a kidobás nem jó, Káló gyűjti be. Le a szélre Farkasnak. Farkas cselezget. Farkas. És újra melökik. Újabb szabadrugás. Egy kicsit kintebb, mint az előző. Innen nem valószínű, hogy kapura fogják rugni. De ki tudja, Farkas álló egyelőre a labda mögé, de belül gyülekeznek fejelésre, esetleges beívelésnél. Farkas is aranyos a labda mögött. Egy újabb remek lehetőség a fehérgyarmati csapat előtt. Nézzük, Farkas. A hosszúra éveli, Szabó. Szabó rövidre próbálta fejelni, Olá reflexzerűen védett, szöglet. Felerősödött közben a szél. Szabó. Rövidre, kivágják, Káló gyűjti be, röviden, Barta, Bíró, Bíró eladja, Káló gyűjti be, Káló beadása, Szabó, ugrásból tett mozdulat, sajnos elkerült ez is a kaput, Szabó Antal próbálkozott, kirugás.
első labdára, figyelj! Első legyen! Veszély! Haló! Bíró csúsztatja meg. Ugorjunk már fel, gyerekek! Szabó vágja haza. Gergődics vissza a mezőnybe. Szabó Antal le a szélre Aranyosnak. Aranyos. Pankotaival szemben nem cselesz passzol. Rozman. Kondor. Kondor labdája. Varjasi lép bele. Bíró és Cserepes. Kondor segítségével marad a labda a férgyalanti csapatnál. Kondor. Rozman nem tud befordulni. Rozman cselez, majd lő. És egy óriási kapufa Rozman Sándortól. Ragyogó lövés volt, de Pekhira a kapufáról kifelé pattant. Majd farkas rántják le a 16-os vonalánál. És sárgalapos figyelmeztetésért cserébe. Patály Bence szabálytalankodott. Érdemes megdicsérni Rozman Sándort, aki az előbb egy remek lövést teresztett meg, ami keresztkapufa, illetve az oldalsó kapufa tövéről pattant ki, óriási gól lett volna. De marad a volna, ugyanis a kapufáról kifelé pattant. Második kapufája volt a férjelenti csapatnak. Háromtagú lesz, úgy látom, az ópályi csapat sorfala. 16-os sarkáról Káló Attila, illetve Farkas Sándor a labda mögött. Nézzük, mi lesz a figura, ezt valószínű innen kapura fogják rúgni. Fél óra van hátra a mérkőzésből. Káló rövidre, és ismét Varjasi ment a tóriásit. Innen jól látható volt, hogy ez bizony a kapufa mellé befért volna. Farkas jön ki kis szöglethez. Farkas. Beadása. Olá! És egy újabb kapufa. Majd ott a helyzet. Lepattan. Losonci az őrlövésébe is belelépnek. Szabó már bent. Szabó Tamás. És nagy a küzdelem ott középen a labdáért. Kondor a kutyaszorítóban. Szabó Antal szerzi meg. Lepattan lövése ismét. Varjasi. Ő hozza ki. Nyugodtan. Egy csel. Még egy csel. Jó a labdája. Patály Bence fordul. És Alapi Tamás tisztáz az oldalvonalon túlra. Nagy tűzi játék volt itt most az ópályi csapatának kapuja előtt, de nem sikerült a férgyalanti csapatnak megszerezni a második gólt. Varjasi. Jó a labdája. Cserepes véti el. Les. Egy ütemmel később jött a labda. És addigra már Patály Bence lesre mozgott. Aranyos. Aranyos kereszt labdája rövid. Farkas küzd. Kondor. Kondor szerzi meg. És az előző farkas megmozdulást lefújta a játékvezető. Rozman. Hosszan tolja meg, kivágják a vendégek védői. Káló listopolja le az átadást, majd elhagyja a játékteret a labda, és cseréhez készülődnek a vendégek. 98-assal Patály Lajos fog a pályára érkezni. Barta Miklós adja el a pályát. Menjél
Barta Miklós hagyta 13-as pályán a 13-as számmal a pályát. Helyén 98-as a Patály Lajos. És Patály Attila végzi el a bedobást. Frissen beállt Patály. Patály küzd, Losonci csúszik be, nem sikerül. Leszeredik egymást az Ópályi csapat két játékosa, majd Cserepes tör ki a védelem gyűrűjébe, szerzi meg a labdát. És az indítása a Varjasi csak becsúsztatni tudja. Farkas helyzetben kijön a kapus alá, és fel tudja szedni Farkas elől. Egymást szerelték az Ópályi csapat játékosa, és ebből alakult ki az új a fehérgyarmati helyzet, de most ismét támadnak a gyarmatiak. Farkas! Beadás pillanatában megcsúszik. Így. Sajnos kipattant a labda, pedig ebben a lehetőségben jóval több volt. Továbbra is van ez az 1-0. Huszonöt perc van hátra a mérkőzésből. Varjasi köti a cipőjét. Cipőfűzőjét is. Folytatódhat a mérkőzés. Varjasi. Cserepest előzik meg. Kálló segít be. Aranyos. Rozman. Rozman fordul le. Teszi ki a szélre Farkasnak. Farkas gyönyörű labda kezelése. Farkas húzza meg még egy sej. Patály. Kondor. Patály Lajosnak nem volt jó a labda. Kállónak ragad be a lábához, de megoldja. Kálló. Nem értették meg egymást Rozmannal. Kétségbe esett felszabadítás, ami Aranyoshoz jut. Aranyos húzza meg. Aranyos Pankotaival szembe. Aranyos gyorsabb. És Aranyos betör. Aranyos beadása. Újabb Varjasi Károly felszabadítás, már a mérkőzésen nem tudom, hogy a hanyadik. Varjasi miatt 1-0 még nagy részben az állás. Nagyszerű mérkőzés játszik a vendégek védője. És cserél a hazai együttes is. 8-as számmal Nagy Máté fog érkezni. A 19-es számú Kálló Attila helyére. Nagy már a pályán, így jöhet be a szöglet, amit Szabó Antal fog elvégezni. Szabó. Várja az engedélyt. Játékvezető még középen próbál rendet teremteni. Megkapta az engedélyt, Szabó Antal. Rövidre, Varjasi fejeli ki új fent. Szabó Tamás csúszik be. Nagy. Patály Lajos, nem jó a labdája alapi. És a vendégek egy játékosa lent marad a pályán. Pankotai Bálint néz szerint. Játékvezető érdeklődik, ahogy léte felől. Szabó Tamás. Nagy. Szabó. Felállt az Ópályiak védelme. Nagy. Losonci. Picit hosszú neki a labda, de még bent tartja. Aranyosnak nem jó a labda. Labda elrugás. Nézzük a játékvezetőt. A játékvezető fegyelmezi a 9-es számú Patály Attilát.
kis hipszó után elrúgta a labdát mérgében, de megúszta sárgalapos figyelmeztetés nélkül. És neki már második lett volna, így piros lap lett volna. Losonci dobja meg, alapi. Cserepes. Farkas. Farkas beadása. Losonci. Jó a fejes. Olá fogja. Kondor. Kondor fejeli el, de csak Patály Lajos elé. Patály elesik és kiharcol egy szabad rugást. Szabó Antal volt a szabálytalan. Aztán csere következik az Zópai csapatnál. Hármas számmal Lucsa József érkezik. Ati! Imesz a Bence helyére, jó? Tehát hármas számmal Lucsa József érkezik a 14-es számú. Nem bocsánat, a 17-es számú Patály Bence helyére. És Varjasik szabadrugásával folytatódik a mérkőzés. Varjasi. Le a szélre, Cserepes. Nem tudja egyelőre megszerezni, Bartával küzd, Barta. Rövid a labdája, Cserepes ezt már megszerzi. Farkas, vissza Cserepesnek. Losonci. Okosan elhozzák az üres területre. Kondor. Kicsit kockázatos passz volt Szabó. Cserepes. Losonci. Újra Cserepes. Szabó. Szabó Tamás. A csapatkapitány. Ő hozza a labdát üres területre. Losonci. Nagy. Alapinak kell visszalépni a labdáért. Kondor. Feljebb tolta most a védekezését az Ópályi csapata. Cserepes. Szabó. Nagy. Nagy előtt óriási terület üresben. Nagy. Nagy. Erős a labdája Losoncinak. Kondor. Kondor elfejeli. Ismét Nagy. Jó lefordulás Szabó. Szabó bevitte a sűrűbe és el is vesztette. Majd Szabó visszaszerzi. Gyönyörű labdaszerzés volt. Aranyos. Aranyos lent a szélen. Nézzük a beadását. Beadás sajnos lecsúszik és a hosszú oldalon kimegy a kapuból. Szabó Antalt illeti a dicséret. Egy sárgalapos figyelmeztetés. És ezzel a második sárgalapját is megkapta a vendégcsapatból a 9-es számú Patály Attila, akit ezzel kiállít Lipták Tibor játékvezető. Tíz emberre fogyatkozik a vendégek együttese. A második félidő 28. percében. Lipták játékvezető az előbbi alkalommal még megkegyelmezett Patály Attilának, aki sipszó után rúgta el a labdát, de itt az a belépő sárgalapot ért a játékvezető szerint, és ez már a második volt, így 10 emberrel folytatja a mérkőzést. Ópályi csapata. Cserepes. Szabadrugás, Patály Lajos a labdával, Szabó zár vissza. Alapi szedi össze a labdát, Alapi passza rövid, Losonci, hátra nyugodtan Kondor. Cserepes. Rozmannak az lefordulása most nem sikerült. Losonci labdája le a szélre. Becsúszásra szeret Pajti Kristóf.
Arany is próbálja visszaszerezni a labdát, majd Losoncihoz jut. Losonci Szabónak. Szabó 16-osnál, Szabó elhúzza, lőni fog. Lövésébe újfent Varjasi lép bele, majd a kipattanótól ágyűjti be. Varjasi Károly sokadik ragyogó belevetődése, lépése, fejelése a kapura tartó lövésekbe. Szabó vágja előre. Varjasi lába mellett ez most elcsusszan. Olá. Olá jön ki a kapujába és rárugja Farkasra. Jópály csapata jön majd bedobásra. Szabó Tamás a labdával. Losonci, nagy, vissza Szabónak. Szabó Anta. Nagyjára kényszerítő nem jó, de Kondor gyűjti be. Kondor kiteszi a szélre Cserepesnek. Cserepes előtt üres terület, fel is gyorsít le a szélre Farkasnak. Jó beadás kellene Farkastól, egy cseh, vissza Cserepesnek, Cserepes beadása laposan, Szabó veszi le, Szabó két ember között, Varjasi elcsúszik, és szabadrugás fúj kifelé a játékvezető, de mint Varjasi, mint Szabó lemarad a gyepen. Szabó fogja a lábát. Aztán most úgy néz ki, hogy tudja folytatni. De Varjasi egyelőre még a gyepen. Második fél idő, 32. perc. Továbbra is Rozman Sándor góljával 1-0 a fehérgyarmati csapatnak. Nagy. Losonci. Kondor. Szabó. Kondor. Szabó. Jó a labdája, Alapi. És Alapi előtt megcsúszik a fülön. Kirugásra folytatódik a mérkőzés. Bíró is Losonci gyűjti be, Aranyos húzza meg, és Aranyosról megy ki, de az asszisztens máshogy ítél, úgyhogy Aranyos dobhat, Alapi, Kondor, Cserepes a labdával, Farkas, Barta próbál zavarni az Ópai csapat részéről. Szabó. Patály lép ki rá. Szabó labdája jó középre. Alapi elő viszont Olá üti ki szögletre a labdát. Szöglettel folytatódik a mérkőzés. Szabó kocog ki elvégezni az újabb szögletet a fehérgyarmati csapat részéről. Szabó beadása.
rövidre jött. Szokás szerint Varjasi gyűjtötte be. Nagy. Losonci a szélen. Losonci beadása laposan. Gyenge a felszabadítás. Nagy gyűjti be. Szabó. Alapi. Szabó. Szabó Antti gyújtja rá. És egy óriási gólt lő körülbelül 30 méterről. De lehet, hogy csak 25 volt. Ragyogó kivételezés volt. Volt területe átvenni. És rádúrantotta Szabó Antti góljával a másik félidő 35. percében. Fejér Gyanti Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület Ópályi KSE 2-0. Szabó második bajnoki gólját szerezte az idei bajnokságban. Múlt héten űrcsapatának kapuját vette be. Most pedig Ópályinak, aztán kint egy nemzetközi kézjelzésre ide a kispadok felé. Nem éppen sportszerű magatartás, de a játékvezető ezt nem vette észre. És már a középkezdés után itt az újabb helyzet. Aranyos. Aranyos teszi be. És egy óriási mentés Rozman elől, de még nem szabadul fel az Ópályi csapat kapuja. Varjasi, majd csak most. De ez is csak Cserepesig jut, Cserepes csúszik el. Tíz perc van hátra a mérkőzésből. Rozman és Szabó góljaival 2-0-ra vezet a hazai csapat. Szabó Tamás. Szabó. Középen Losonci üresen. Jön is a beadás, nem Losoncinak, hanem Aranyosnak. És ott a harmadik fehérgyarmati gól. A hetes számú Aranyos Csaba. Ópályi csapata nem bírta a nyomást végig. Pláne miután 10 emberre fogyatkoztak. Így villámgyorsan kapnak újabb két gólt. Így már 3-0 a mérkőzés állása. Ezúttal Aranyos Csaba vette be az Ópályi csapat kapuját. Folytatódik a mérkőzés. Nagy szerezlabdá, Cserepes, Farkas, Szabó, Varjasi füleli le az átadást, Patály, Patály, Barta felé nem volt jó hosszú átadás, Cserepes gyűjti be. Haza Gergoricsnak. Kondor. És így az utolsó pár percre még az eső is elered. Nem megkönnyítve a csapatok dolgát, hiszen a fű eddig is nagyon csúszós volt. És egy kis szemerkélő eső még jobban felgyorsítja majd az lapos pattogó lövéseket, passzokat. Cserepes. Cserepes rögtön el is csúszik. Kirugással folytatódik a mérkőzés. Anti, lőjjed bátran öre! Tudod meg lőjjed! Varjasi kirugással. Farkas veszi merre. Farkas teszi le, Aranyos a 16-oson belül vissza lövésre, Farkas nem lő, egy csel, majd a beadás, Rozman, mellé.
Szabó. Szabó. Jó a labda. De a 14-es számú Pankotai Bálint egy óriásit mentett. Hatalmas sprintet követően pedig, hogyha Rozon azt átveszi azt a labdát, valószínűleg 4-0-ra módosítja az eredményt. Cserepes véti el. Mátéval volt a versenyfutás. Szabó. Másik Szabónak, név szerint Antalnak. Nem jó az átadás. Bedobásra vágja ki Pankotai. Közben egyre jobban elindul az eső. Hazai szurkolók el is kezdtek indulni hazafelé. Mivel 10 emberrel valószínűleg itt az utolsó pár percben Ópály csapata nem fogja megfordítani a mérkőzést. Második fél idő 40. percében járunk, ez már csak majd a játékvezető múlik, hogy lesz-e hosszabbítás, és hogyha igen, akkor mennyi. Nagy. Alapinak jó a labda, egy becsúszás, majd Varjasi vágja ki, újabb szöglet. Aranyos jön elvégezni a szögletet. Aranyos a hosszúra. Farkas veszi le, háttal a kapunak. És fordul meg szembe vele Pankotai. Szabó, 16-oson lövés. Óriási kapufa, Szabó második kapufája a mérkőzésen. Majd Losonci hibázza el a kipattanót. Ragyogó megmozdulás volt Szabó Antaltól, de hát sajnos egy fél centi hiány az befelé pattant volna, így még a gólvonal előtt pattant le a kapufáról. Még óriási gól lett volna. Újra Szabó teszi ki a szélre Aranyosnak. Aranyos beadása. Fejbe rúgja védőjét, de újra megpróbálja. Aranyos húzza meg. Hosszan tolja meg, kirúgás. Varjasi rúgja ki. Losonci fejeli vissza. Szabó. Aranyos. Nem teszi a lapinak. Szabó Antal a labdával. Nagy. Adja maga előtt. Cserepes. Érkezik a labdával Farkas is. Farkas. Szabó Tamás. Losoncival vissza a kényszerítő, nem sikerül lőni, Patály, nem jó a passz. Fejérgyarantiak jönnek majd bedobásra. Nagy. Nagyot szerelik, nem tudja visszaszerezni, Patály Lajos. Szabó lép bele az indításba, Szabó Tamás és Patály küzd a labdáért. Kondor, Szabó Anta, és Kondor hátra a kapusnak. Ki nyugalomra int mindenkit. Alapi. Losonci teszi tovább Alapinak. Farkas mutatja, hogy üresen van. Farkas kapja. Farkas lő. Mellé. Nagy, Losonci, Szabó, Patállyal küzd, Szabó, Alapi, átteszi üresbe, Cserepes, Farkas, Ragyogó cse, Farkas, Mátéval küzd. Varjasi, Máté a labdával. Indítaná a bíró, de Szabó közbelép, Nagy. Patálynak a becsúszása késik el, se labdát, se embert nem talál. Alapi hozza, Alapi üresbe teszi Aranyosnak. Aranyos, nézzük a beadást.
Bársony felszabadítása pattant rá Rozmarra, de a kapura nem volt veszélyes, ő is csak mosolyog az eseten. És már következik az újabb férgyalati roham, Cserepes húzza. Cserepes nagyon bír szaladni. De sajnos már az asszisztens azt jelző, hogy kint volt a játékszer. Jópály csapata jöhet bedobásra. Közben sötét felhők gyülekeznek a pályára, de már az utolsó percbe léptünk a rendes játékidőbe. Egyedül a játékvezető múlik, hogy meddig húzza még ezt a mérkőzést. Nagy, Patály. Patály tartja meg, hátra a Varjasinak. Varjasi. Ügyesen adogatnak a vendégcsapat védői. Szépen hozzák egyelőre a labdát, Varjasi küzd most, belebonyolódik, most már ketten rajta, de kipasszolja. Majd egy hosszú előrevágás, ami Szabóhoz jut. Szabó Tamás ki a szélre, Losonci veszi át mellé, majd teszi maga elé egyből, egy sel, és Patály vágja fel, szabad rugás. Közben már a hosszabbításba léptünk, Szabó, másik Szabóval egy összjáték, majd le a szélre, de Farkas nem indul, és ez volt a mérkőzés utolsó mozzanata. Kedves nézőink, Fejegyanati Dark Friends Szabadidő Sport Egyesület Ópály KS-e, Rozman Sándor, Szabó Antal, illetve Aranyos Csaba góljai van 3-0, hozta a gyarmati csapata kötelezőt, hogy itthon tartotta a 3 pontot. Én ezzel megköszönöm a figyelmet, Németh Ákost hallhatták, a mielőbbi viszont hallásra.